Hello, hello, sziasztok, ez itt Kerberus. Egy nagyon rövidke kis videó azoknak, akik elbizonytalanodtak. Megérkezett az új Path of Valor. És ezzel, az újítással találkozhattatok, hogyha megnyitottátok a játékot. Azaz, erről már ugye előző videókban tettem említést, hogy jön valószínűleg egy nagyobb csomag a másik játék mintájára, és ez így is lett. Kettő pontban, hogy ne csak mindig egy irányból közelítsük meg a dolgokat, azért el fogom mondani a pozitív és a negatív részét a történetnek, pozitívumát, negatívumát, mert hogy mind a kettőből akad. Látjátok, hogy van kettő csomag, a 10 eurós nálamnál, vagy 11 és a 33-as. Na most, ami pozitívum, az a következő, hogy megmaradt az ingyenes lehetőség, hogy belefért volna a játékba, belefért volna a cég szempontjából, hogyha ezt is fizetéssé teszi, mint már azt tapasztalattuk, túlságosan nem érdekli a community-nek, közösségnek a véleménye, de ezt nem tette meg, ez jó. És ezt köszönjük is szépen, szóval aki ingyenesen, azaz nem fizetősen tolja, annak továbbra is megmarad az eddigi lehetősége, az eddigi opciói, és aki pedig fizetős játékos, az most már választhat, hogy szeretné a Valor Pass-t, vagy az Elite Valor Pass-t. És akkor itt jönne a negatívum, ami valahol egy számomra egy picit komikus, hogy őszinte legyek, ez az egész. Nézem, hogy mi a kettő közötti különbség, a kettő csomag közötti különbség. Ugye az első lehetőség, az nagyjából ismerős. Bocsánat. Kapunk hozzá, bár ha emlékezetem nem csal, akkor eddig a 10 eurós ajánlathoz járt az 1000 gyémánt. Hát akkor negatívumból többet is tudnánk mondani, mert hogyha ez így van, akkor rögtön egy negatívum, hogy egy huszáros vágással levitték a gyémántok számát, de nem akarok hazudni, nem biztos, hogy így van, mindegy. A lényeg az az, hogy most 300 gyémántot ér, eddig is annyit adott. Belekeveredtem a saját gondolataimba. A 10-es ajánlat mellé egy Epic Hero Token, és egy ilyen nagy változtatás az az, hogy az 50-es szinten, valós szinten most már nem avatárt tudtok kapni, hanem itt ezen megvételekor kapjátok az avatárt, így ahogy van. És ha Elite Valor Pass-t választatok, akkor pedig nézzük, hogy mi a különbség a kettő között. Itt jár az 1000 gem, még egyszer hangsúlyozom, nem vagyok benne biztos, lehet rossz emlékszek, az előzőben 300, most itt jár az 1000 gem, ami egy 33 eurós ajánlathoz, vagy egy forintban az a 10.000 és 11.000-es ajánlat, ez egy mindenféle szempontból árértékarányban a legrosszabb ajánlat, ami létezik. Ezen nagyjából ugye három hős pool jár, ezért az 1000 gem ért. Mit adnak még? Nézzük, 9000 pontot, ugye ez valor pontot jelent, ez magyarán egy nagyon-nagyon unszimpatikus módon, ha többet fizetsz, akkor meg tudod venni most már a pontokat, hát 9000-et belőlük, így aki nem biztos magában, fogjuk rá, hogy ezt a célt szolgálja, hogy tudja teljesíteni, bár nekem még olyan alkalmam nem volt, szerintem aki naponta játszik, annak nem nagyon tud olyan előfordulni, hogy ne tudná teljesíteni ezeket a pontokat, de rendben, 9000 pont, ugyanígy jár érte egy darab Epic token. Ez a kedvencem. Szóval, ha megveszed a 33 eurós 11.000-es ajánlatot, akkor kérlek szépen, te kapsz egy arany frame-et, azaz egy arany keretet. Szóval, hogyha valaki nagyon hiú, akkor megteheti, hogy egy laza 11.000-ért kap egy arany keretet, és azt meg is mutathatja a többieknek, hogy nekem arany keretem van. Emellett megkapja Gregorian avatárt, és ő még bónusznak kap, vagy ők kapnak egy Drake-es avatárt. Hát ennél katasztrofálisabb ajánlattal én még nem találkoztam. Hasonlítsuk össze egy gyorsan és egy pár pillanat erejéig, hogy az én véleményem szerint, ami legjobban megéri ajánlatok közül, azok a 1.
szezonális eventek alatt, ugye elő szokott fordulni, hogy 10 euróért van 1000 gyémánt, ez az egy vagy 3000x, szóval egy 3000 forintba ajánlat, 3000-esért van egy felemelkedéstárgy, és mellé gyémánt. Ha jól mondom, 1000 gyémánt, szóval messze menően ez a legjobb ajánlat nálamnál. Aztán szokott előfordulni olyan, hogy ilyen 20 euró környékén, ugye 2000 gem és felemelkedéstárgy, ez amiatt jó, mert hát a gem is elég jól jön, és adott felemelkedéstárgyat szintén ki tudsz választani, meg tudsz vásárolni. Ami viszont, ezek ugye azért elenyészőek, ritkábban vannak jelen, szezonálisak, azok 3 havonta, ezek a 20 eurósok, ezek nem tudom pontosan, de ezek is ritkábban, és ami rendszeres ajánlat havi szinten, azok pedig, ha nem veszük az 1 eurós ajánlatokat, azt most ne soroljuk ide, hanem így nagyobb léptekben gondolkodunk, akkor mindenképpen a Valhalla és a szezon 4-es 30 eurós ajánlatai, ahol kapsz 3000 gémántot, és mellette 1000 tokent, ami ugyancsak 10 poolra elég. Szóval, azzal a 3000 gémántal és az 1000 tokennel minimálisan 20 poolt meg tudsz ejteni, ami azért akárhogyan is vesszük, a játéknak a gerincét képezi, hogy új hős szerez, és jobb hősöket szerez. No, szóval, hogy 20 pool kontra az Elite Valor Pass 1000 gemihez, ami 3 poolt tesz lehetővé nagyjából, és csupa bolondságokat ad. Hát ez az egy epic hero token, ez igazán mulatságos, meg tudod venni. Szóval azt gondolom, hogy ez nem feltétlen éri meg, nem ezt gondolom, azt gondolom, hogy egyáltalán nem éri meg. Úgyhogy ezért ez a gyors kis videó, hogy nagyjából tudjátok, hogy mire is van, mert hogy én percekig gondolkodtam, hogy most komolyan, hogy mi van, és nem jöttem rá, úgyhogy azóta sem találtam semmiféle racionális magyarázatát erre a 30 eurós ajánlatra. És ugye a kettő közötti különbség, ez hogy így félreérthető ne legyek, hát az ez, és még annyira el vagyok akadva ezzel az ajánlattal, ez a Mega Valor Chest. Ugye, hogyha megveszitek a 10 eurós ajánlatot, akkor úgy, ahogy eddig is, 50-es szintnél, hogyha eléritek ezt a bizonyos 50-es szintet, akkor nem avatárt kaptok, hanem egy chestet, és a fórumról nagyjából annyit tudtunk kihalászni, hogy amennyiben ezt a nagyobb ajánlatot veszitek meg, ezt az Elite Valor Pászt, akkor talán elvileg, elméletileg valamivel némi neműleg több és nagyobb, mármi, hogy jobb ajándékokat kaptok, jobb ajándékokat kaphattok, mintha a kisebbet veszitek vagy vennétek meg, de ha megfigyelitek, akkor gyakorlatilag a kérdőjel leírásoknál nem találkoztok semmi újjal a másik kérdőjelnél úgy szintén. Azt mondja, you can start earning Valor Chest after completing all the milestones of the current. Ez egy alapvetően szimpatikus, ugyancsak jó dolog, hogy miután befejeztétek és kimaxoltátok a Pass of Valort, még tudtok pontokat gyűjteni, és ezek a pontok eddig ugye nem volt értelme gyűjteni, mert nem adott a játék semmit. Most, hogyha továbbra is pontokat gyűjtötök, és eléritek ezt az 1000 Valor Pointot, akkor az út végén van még esélyetek egy bónusz chestet nyitni. És ugye minden igaz, akkor a nagyobb ajánlattal valamelyik bónusz chestben nagyobb, több ajándék lehet, de hogy őszinte legyek, most miközben beszélek, még ez is megkérdőjeleződött bennem, mivel ezen nem fog változtatni a játék, abban egész biztos vagyok, függetlenül, hogy melyik ajánlatot veszem meg, ugyanígy megmarad ez az ikonka. És ha megnézitek, akkor semmiféle utalás még csak nincs is arra, hogy a nagyobb ajánlattal esetlegesen jobb ajándékokat, vagy jobb meglepetéseket kapnátok. Hiszen semmiféle leírás nem utal rajta. Ez egy spekuláció volt, hogy nyilvánvalóan a nagyobb ajánlattal benne van a pakliban, hogy jobb chestet tudjátok nyitni, de még csak nem is implikálja semmi, hogy ez így lenne a valóságban. Úgyhogy nyilván mindenkinek a saját döntése, amennyiben használja a Pass of Valort, hogy melyik csomagot veszi.
Én személy szerint az ég egyet a világon semmi értelmét nem látom a drágább csomagnak. Nem azért, hogy ne költsetek, vagy ne költsetek sokat, hanem azért, mert ezt az összeget más ajánlatoknál milliószor jobban ki lehet használni. Úgyhogy ez egy kis ilyen iránytű próbált lenni, aki hasonlóan hozzám megakadt, hogy itt tulajdonképpen miért is kellene ezt a nagyobb összeget megfizetni. Én azt gondolom, hogy semmiért. Amennyiben még valami újdonság kiderülne, akkor azt most mondom, hogy utólagosan a videó alatti leírásba feltöltöm, és ott megtekinthetitek, bár nem hiszem, hogy itt még itt titokzatos dolgok kiderülnének. Úgyhogy akkor erről ennyit, legközelebb, sziasztok!